Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója október 18-án hétfőn. Nézzük a legfontosabbakat. Előválasztás. Zalában minimális különbséggel nyert ugyan Dobrev Klára, de Márki-Zay Péter lesz Orbán Viktor kihívója 2022-ben. Fejlesztés. Mintegy 1,2 milliárd forintból bővült a Kreaton Kft. Lentiben. 15 és 90 duplán ünnepelt a nagykanizsai katolikus karitász. És most lássuk a részleteket. Márki-Zay Péter nyerte az ellenzéki előválasztást. A közzétett eredmények alapján összesen 655.237-en adtak le érvényes szavazatot az országban. Ebből 371.560-an a szavazók 56,71%-a választotta a Mindenki Magyarországon mozgalom jelöltjét. Zala megyében mintegy 14.000-en vettek részt az előválasztás második fordulójában. Már a tegnap esti eredményhirdetéskor Dobrev Klára egyértelművé tette, hogy csak együtt sikerülhet a kormányváltás, a cél továbbra is közös. Hangsúlyozta a Horváth Jácint az ellenzéki összefogás zalai 03-as körzetben induló képviselőjelöltje. Ahogy elindultunk egy évvel ezelőtt, ahogy elindultunk a hat párt civilekkel kiegészítve egy évvel ezelőtt, ennek a célja még odébb van, fél év múlva nagyjából, amikor az Orbán rendszert le tudjuk váltani tavasszal. Ehhez most már van 106 egyéni jelöltünk, ehhez most már van egy közös miniszterelnök jelöltünk, és innentől félretéve azt, ami az elmúlt hetekben történt, mert történtek politikai csatározások, ami egy demokráciában természetes, hogy vannak, félretéve mindezt nyilván együtt és közösen fogjuk megküzdeni ezt a következő pár hónapot. Bevált azon jóslata Berta Krisztiánnak, miszerint magasabb lesz a részvételi arány a második fordulóban. Mint elmondta, az új szavazók többségében a fiatal korosztályt képviselik. Több mint 200 000 új szavazó vett részt a második fordulóban, olyan új szavazók, akik ugye az első fordulóban nem mentek el, és ez hatalmas energiát és hatalmas lökés adhat nekünk a jövő év tavaszára. És bár megértem, hogy vannak, akik csalódottak, hiszen nem az ő jelöltjük nyert, mi is így voltunk ezzel az első fordulóban, viszont felemeltük a fejünket, hiszen tudtuk azt, hogy a cél a kormányváltás. Zalában 6992-en voksoltak Dobrev Klárára, 6777-en pedig Márki-Zay Péter neve mellé tették az X-et. Átadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mintegy 1,2 milliárd forintból megvalósult beruházást Lentiben. A fürdővárosban két gyáregységgel rendelkező Kreaton Kft. Vezetői az új présgépeknek köszönhetően évi 6%-os termelési növekedéssel számolnak. A projekt részeként elkészült egy új 706 négyzetméteres épületrész, oda egy energiafelügyeleti rendszert is telepítettek a szakemberek. Csökkenteni tudjuk energiaigényünket, és a fajlagos üvegházhatású gázkibocsátást is 5%-kal tudjuk redukálni. A beruházás környezetbarát mi voltára is rávilágított Járomi Judit az Avatón. A Kreaton ügyvezető igazgatója azt is kiemelte, a projektnek köszönhetően több új szakembert is felvehettek a lenti gyárba. Az átadón Víg László országgyűlési képviselő mellett Szijjártó Péter is felszólalt. A miniszter kiemelte, az 1,2 milliárd forintos fejlesztéshez az állam 282 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Ahogy fogalmazott, ezzel bebetonozva 222 ember munkahelyét. Rávilágított arra is, hogy a cégcsoport Európa egyik vezető tetőcserépgyártó vállalata. Így megtehették volna, hogy más országban fejlesztenek, de Magyarországot választották, ami a lenti gyárban működő szakmai munka óriási sikere. A beruházás önmagán túlmutató jelentőségű, tekintettel arra, hogy a gyártás során kizárólag helyben kitermelt, természetes alapanyagokat használnak fel, és 70% fölötti export hányaddal dolgoznak. És a tulajdonos cégcsoport már a Európa vezető kerámia tetőcserépgyártó vállalata, ezért nyilvánvalóan nem volt önmagától értetődő, hogy ezt a beruházást ide hozzák, vihették volna számos más helyre is, azonban a lentiben dolgozó munkatársaknak, az itteni cégvezetésnek köszönhetően ez a beruházás végül ide került. Egy, és indul a présgép. Gratulálunk! Európa
Európa egyik legnagyobb tetőcserepét gyártják a lenti üzemben. A két darab új kétfejes présgép csatasorba állításának köszönhetően idén több mint 41 millió cserepet készítenek a gyárban. Ezzel a kapacitás bővítéssel, párhuzamosítással az üzembiztonságot megdupláztuk, és emellett mindenféle karbantartási időkieső időnket áthidaljuk. Így az üzemünk tulajdonképpen az év 365 napjában, 24 órájában maximális kapacitással tud üzemelni, így az energiahatékonyságunkat további 5,5%-kal tudjuk csökkenteni, ugyanígy az energia hatékonyság mellett a CO2 üvegházhatású gáz kibocsátásunk is közel 6%-kal csökken. A Kreaton csoport első gyáregységét 2004-ben, a másodikat 2008-ban adták át Lentiben. A cég jelenleg 222 főt alkalmaz a fürdőváros határában, közülük 201-en magyar munkavállalók. 15 évvel ezelőtt alapították a nagykanizsai katolikus karitást. Az évforduló azért is különleges, mert a magyarországi Caritas idén ünnepli fennállásának 90. esztendejét, ebből az alkalomból tartottak ünnepséget pénteken a szervezet nagykanizsai közösségi házában. A 15 év alatt rengeteg élmény és feladat volt, akárki is lehetne nyomtatni egy könyv formájában, mondta Barbalics László néha nagykanizsai katolikus karitás vezetője. Mint fogalmazott, az első 5-10 év sokkal mozgalmasabb volt, sokkal több feladatot sikerült megoldani, de a karitás tevékenysége most is sokrétű. Annak ellenére, hogy önkéntesek vagyunk, valamennyien velem együtt, ennek ellenére majdnem napi szinten van feladatunk. Kapunk telefonhívást, segítséget kérnek, és próbálunk megoldást találni. Több mint 15 évvel ezelőtt alakult ki egy olyan csapat, amely még nem szervezett formában, de segített a rászorulóknak, bajba került családoknak. A nagykanizsai katolikus karitást kezdetben 9 fő alkotta. Azt mondhatnám, hogy aki erre indítatást érez, annak van egy belső késztetése, hogy ha szervezetbe dolgozik, ha függetlenül, hogy segíteni kell a másik embernek. A jubiláló szervezetet, több csoport lepte meg tevékenységüket, a városvezetése is méltatta. Egyúttal felköszöntötték az alapítók legidősebb tagját, a 90 esztendős Kománovics Istvánnét. Imádkozik minden nap, imádkozik értünk, imádkozik a rászorulók, mindenkiért, és mindannyian együtt ünnepeljük őt és köszöntsük őt, a Jóisten értesen sokáig. A pénteki jubileumi összejövetel agapéval és kulturális programokkal telt el. Csillag esik, földreng, Attila királlyal az idők végéig címmel tartották meg a Magyar Műveltség Kincsestára Szabad Egyetem soros előadását pénteken. A Halis István Városi Könyvtárban rendezett programon Szántai Lajos művelődéskutató fogadta az érdeklődőket. Az újraindult Szabad Egyetemen ismét nagy volt az érdeklődés a pénteki programra. Szántai Lajos előadása Attila hun király koráról szólt. Fő témája az Attilaság története volt. Az eszmét a közönséggel közösen boncolgatta az előadó. Szántai Lajos arra emlékeztetett, a tőlünk keletre lévő országok a mai napig elismerően beszélnek az egykori vezetőről. Bárhol jár az ember keleti világban, Attila királyról úgy beszélnek, mintha még mindig élne, jelen lenne. És érdekes módon magukénak érzik, büszkék rá, tehát teljes egészében úgy említik, úgy emlegetik, ugyanakkor pedig nem csak egy ilyen hétköznapi rajongásnak a szintjén, vagy egy ilyen alapok nélküli álmodozásnak a világában, hanem a történelemtudomány mentén is számon tartják, nagyra tartják, megbecsülik, pozitívnak tekintik, és amennyire magának érzi tulajdonképpen egy eurázsiai léptékű terület,
azért mindig hozzáteszik, hogy magyar király volt. Bemutatták a Világ mozaikokból című könyvet péntek délután a Honvéd kaszinóban. A könyv írója Balázs Judit közgazdász professzor kalandos életéről is mesélt a jelenlévőknek. A nagykanizsai születésű Balázs Judit 17 könyvet írt, ebből 14 közgazdaságtanról és az iszlámtudományról szóló mű, valamint biztonságpolitikai szakkönyv. A professzor fél évig élt Dél-Afrikában, 3 évig pedig egy egyiptomi egyetemen tanított. A pandémia alatt döntött el, hogy egy könnyen műfajba is belekóstol, és korábbi útjairól hozott emlékeit egy könyv formájában is megosztja a közönséggel. Hamar elkerültem kanizsáról, amit nagyon sajnálok. De az élet nagyon sok felé sodort, és több évet töltöttem különböző országokban. És valójában talán a pandémia vezetett arra, hogy ezt megpróbáljam írásba foglalni. A bezártság is arra vezetett, hogy az emlékeimet még egyszer felidézzem, és papírra vessem, hogy mit is éltem át 54 országban. Balázs Judit pályafutása során oktatott a berlini Humboldt Egyetemen, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, de volt Sopronban a világgazdaságtani tanszék vezetője is. Halmos Ildikó, a Honvéd kaszinó igazgatója szerint Balázs Judit írásai különlegesek, és szinte bármelyik korosztály számára érdekes olvasmányként szolgálnak. Én is nagyon szeretek utazni, és minden, ami a világban történik, az nagyon érdekel, és Judit asszonynak amúgy is olyan kedves, humoros stílusa van, hogy garancia volt arra, hogy valószínűleg az est is nagyon hangulatos lesz, és kötetlen, érdekes, élménydús. Az író elmondta, egyetlen egy jegyzetet sem készített soha, hanem mindig az emlékezetére támaszkodik, ezért a könyv megírásánál szinte újra átélte barangolásait a világban. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Jubileum 25 éves a Péceli Attila népzenei csoport. A tánc hétvégéje 3 rendezvényt tartott az Eraklin Táncklub Egyesület. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a Letenyei Hóvirág óvoda Bajcsi utcai intézménye pénteken. A születésnapi köszöntőn több volt dolgozó, jelenlegi és egykori óvodás is részt vett. Az ovisok szereplésével indult az intézmény jubileumi ünnepsége. Hermán Zsoltné, Szunyog Éva óvodavezető elmondta, mindig fontosnak tartotta a hagyományok őrzését, ezért pár évvel ezelőtt már megfordult a fejében, hogy megünneplik ezt a jubileumot, ami végül meg is valósult. Amikor óvodavezető lettem, akkor az egyik fontos feladatnak tartottam azt, hogy erről a 40 éves évfordulóról megemlékezzünk, mert sajnos a 10 éves volt utoljára megünnepelve, és úgy gondoltuk, hogy ez mindenképpen a generációk egybetartására nagyon jó gondolat, és a kolléganők, dolgozók, régi dolgozók is nagyon nagy örömmel fogadták, és nagyon nagy összefogást volt a háttérben, mindenki szívvel, lélekkel készült. A jelenlegi intézmény 4x25 férőhelyen rendelkezik, és 20 dolgozóval működtetik az ovit. Farkas Szilárd, a határmenti város polgármestere szerint ez az esemény minden letenyei számára fontos emléke. Jó magam is ebben az óvodában vettem fel az oktatást és a nevelést kiváló óvodapedagógusokkal, óvodai dolgozókkal és dajkákkal. Természetesen az ünnep a város részére is, hiszen 40 év azért nem kis idő, bár a történelem viharos századaiban és a történelem kerekében számítva kevés időnek gondolhatjuk ezt a 40 évet, azonban egy intézmény életében mindenképpen ez egy nagyon nagy idő. A programon az 1981-es év óvodásai is jelen voltak. Ők az akkori óvodás emlékeiket idézték fel, amivel még színesebbé tették a születésnapi programot. 25. születésnapját ünnepelte a Péceli Attila népzenei csoport szombaton, az Alakomári Művelődési Házban. A jeles eseményt a szervezők a második dalnaptalos találkozóval kötötték össze. A programokon részt vett az együttes névadójának fia, Péceli Péter.
Rengeteg népdal gyűjtött az országban Péceli Attila. Fia Péter megtiszteltetésnek érzi, hogy édesapja nevét viseli a negyedszázados csoport. Az ő édesapja az én nagypapám is itt lakott, ifja Péceli László, sőt, az ő édesapja, idősebb Péceli László, az én dédapám is. Tehát a péceliek hosszú Balaton körüli vándorlásuk kapcsán eljutottak Kiskomáromba, Keszthelyre, és aztán innen szétrebbentek mind azok a madarak, akiknek különösebb dolga ott azon a helyen már nincs. Az 1996-ban alakult társulat Péceli Attila nevét 2002-ben vette fel. A helyiek nagyon büszkék rá, hogy az együttesük nem csak őrzi a régi hagyományokat, hanem át is adja a fiataloknak. Péceli Attila a falunk szülötte volt, Kodály Zoltánnal együtt gyűjtöttek itt népdalokat. Na most a hagyományőrző nevet vettük fel először, a helyi névviseletet képviseljük a ruhánkkal, népdalokat, főleg a helyi gyűjtésű népdalokat először, később már nótákat, megzenésített verseket, egyházénekeket is tanultunk. A népzenei csoport tagjai, ahol csak tudják, segítik egymást. Erre jó példa az is, hogy a fejdíszeiket az együttes egyik tagja készíti, a szoknyákat közösen varják, az alai motívumokkal díszített blúzaikat pedig egy helyi lakos kezemunkájának köszönhetik. Nagykanizsára költözött a táncvilág színe java a hétvégén. Szombaton Eraklin kupát rendeztek a Zsigmondi csarnokban, másnap a Cséplő Dániel emlékkupán ropták a táncosok, végül a Kanizsa kupával zárult vasárnap az Eraklin Táncklub Egyesület programsorozata. Tizedik alkalommal rendezte meg az Eraklin kupát a Kanizsai Egyesület. A szombati versenyre az ország számos pontjáról neveztek táncosok. Vasárnap délelőtt a kezdőket várták, az immár 8. éve a Cséplő Dániel emlékére rendezett kupasorozatra. Este pedig a profi versenyzőké volt a főszerep a Zsigmondi csarnokban kialakított táncparketten. Lexikov Csaba, az Eraklin Táncklub Egyesület elnöke elmondta, még egy nagyszabású rendezvényre készülnek idén. Előttünk áll még egy 31 éves jubileumi műsorunk, hiszen az Egyesületünk 31 éves, és ezt szeretnénk megünnepelni. Illetve a mai napnak a fontos dolga, még a mai napnak a zárás és az egész hétvégnek a méltó lezárása, a Kanizsa Kupa, a meghívásos táncverseny, ahol ténylegesen profikat láthattak a parketen, mind latin, mind standard táncokban. 10 latin páros fog mérkőzni, és 5 standard páros fog megmérkőzni egymással, így fogják eldönteni a standardes, illetve a latin kategóriában, hogy kinyeri a Kanizsa kupát. Gede Andrea és Zilahi Szabolcs erdélyi származású táncosok, de a fővárosból érkeztek a kanizsai megmérettetésre. A páros örült a nagy közönségnek, szerintük ez a produkciójukra is jó hatással van. Szerintem nagyon jó érzés itt táncolni, konkrétan annyi közönség van, mint egy ranglistán, és nagyon pozitívak az emberek. Úgyhogy mi nagyon élvezünk itt táncolni, nagyon tapsolnak és nagyon sok pozitív energiát küldenek nekünk. A táncosok elsődleges célja az volt, hogy jól érezzék magukat a parketten. Először is egy fenomenálisat szeretnénk táncolni, és jól szeretnénk érezni magunkat így együtt. A végkinemeletel az meg majd kiderül. A párosnak végül 2 díjat is sikerült bezsebelni a kupán. Felnőtt latin táncban is az első helyen végeztek, valamint a közönség szavazatai alapján is ők bizonyultak a legjobbnak. Ismét egy öngól okozta az FC Nagykanizsa vesztét. A délzalaiak ezúttal a Kaposvár otthonában maradtak alul. A szomszédvári rangadón a piros-kékek középpályása, Nikics Nemanja a 25. percben vette be saját kapuját. Újabb találat pedig nem esett a találkozón, ezzel otthon tartották a 3 pontot a zöldfehérek. Koller Zoltán csapata a legutóbbi idegenbeli szereplésén a Balatonfüred ellen is 1-0-ra kapott ki, akkor Vlasics Dániel öngólja bizonyult döntőnek a mérkőzésen. Az elmúlt hetekben már megszokott forgatókönyv szerint kezdődött a mérkőzés. Kanizsai labda birtoklási fölény, de több hazai lehetőség. János Norbert az első negyed óra végén megszerezhette volna a vezetést a Rákócinak, de Borsi Bence nagy bravúrral védeni tudott. 6 perccel később János tálalt jól Pintér elé, akit Nikics tudott szerelni az utolsó pillanatban, gyanús körülmények között, de a játékvezető sípja végül néma maradt. A 25. percben aztán János sokadik elfutása már gólt eredményezett, bár a találathoz jókora szerencse is kellett. Újabb veszélyes,
Kaposvári lehetőség, ott van még a labda. Visszatett labda, öngól. Nikicsről pattam be. Az öngól után leült a játék. Komolyabb helyzetre egészen a hosszabbításig kellett várni. Akkor előbb Ekker, majd Nikic is bevehette volna Pogačić kapuját, de végül nem sikerült kanizsai góllal zárni az akciót. A második játék részben maradt a helyzet nélküli kanizsai mezőnyfölény a sok hibával tarkított mérkőzésen. Lőrinc Bence ugyan új szint hozott a vendégek támadó játékába, de gólt ő sem tudott szerezni. Először a 65. percben került helyzetbe, de lövését blokkolták. Aztán 5 perccel később Pogačić tudott védeni, a hajrában pedig ismét a kaposvári kapus mentett nagyot. A mérkőzés után Koller Zoltán elmondta, hiába harcoltak a játékosai, amíg ilyen gyenge a csapat helyzet kihasználása, nem tudnak meccset nyerni. Ez a legbosszantóbb, hogy nagy energiákat mozgosítottunk ezen a meccsen, tényleg egy NB3-as szinten elég jó íromú, bár sok hibával tarkított brusztolós meccs volt. Mérkőzés nagy részében szerintem jobban játszottunk, mint a hazai csapat. Ahhoz képest, hogy mi játszottunk, idegenben számtalan gólszerzési lehetőségünk volt, amelyek közt azért egy-kettő akadt olyan, és amire azt lehetne mondani, hogy ez ittszer. Ezeket kihagytuk, így idegenben nem lehet mérkőzést nyerni. Azzal meg sok minden nem tudok kezdeni, hogy ez a második mérkőzésünk, már úgy kapunk ki 1-0-ra, hogy egy öngólt sikerül szereznünk. Ez van. Nagy Tamás, a hazaiak vezetőedzője elismerte, a döntetlen is reális végeredmény lett volna, ugyanakkor a győzelem értékét még tovább növeli, hogy kevésbé jó játékkal is a cukorgyári gödörben tudták tartani a 3 pontot. Ezen már viccelődtünk is, hogy de jó dolog játékkal, bocsánat a kifejezésért is meccset nyerni, de mi ezt nem szégyeljük kimondani, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy mit képviselünk, hogyha emberek vagyunk, hát hogyha nem megy, mindenkinek van rossz napja. Hát most nekünk sem volt igazán jó napunk, hála a jó Istennek, hogy a Kanizsának, akit egyébként egy jó erőben, tehát jó összetételű és erősségű csapatnak tartok ebbe a mezőnybe, szerintem ez így még növeli ezt az értéket. Az NB3-ban hétközi fordulót rendeznek. Így szerdán ismét bajnokit játszik Koller Zoltán csapata. Nem lesz könnyű dolga a piroskékeknek, hiszen a listavezető BVSC érkezik az Olajbányás stadionba. A mérkőzés 13 órakor kezdődik. Kikaptak a vadmacskák, Zsámár Krisztián csapata vasárnap délután a Deac gárdáját fogadta. A küzdelmes és szoros mérkőzésen végül a vendégek 71-73-ra nyertek a cserháti csarnokban. Tipikus egylabdás mérkőzést játszottak vasárnap a vadmacskák. Zsámár Krisztián a csapat vezetőedzője szerint nagyban megnehezítette a dolgukat, hogy a debreceniek jóval rutinosabb kerettel rendelkeznek. Valamint egy véleményes ítélet sem segítette a hazaiakat a mérkőzés hajrájában. Különösen sajnálom, hogy 71-70 ugye átvettük a vezetést, és hát egy felpattanó labda gyűrűről sajnos elérte a palánkot, hozzáért a vashoz, a két játékvezető ezt nem érzékelte. Ebből kosarat kaptunk, nem fogom a mérkőzés kimenetelét ugye erre, de hát egy labdás mérkőzésnél én most, ha én lettem a játékvezető, nem lennék nyugodt, hogy ez döntött el a mérkőzést. Igyekeztek kompenzálni a fizikai különbséget a kanizsaiak, Jurko Noémi például extrát nyújtott. A délzalai erőcsatár 25 pontjával a mezőny legeredményesebbje lett. Nagyon sajnálom, hogy nem nyertük meg ezt a mai mérkőzést, hiszen hazai pályán azért szerettünk volna nyerni, illetve a csapat szerintem úgy is állt ez a mérkőzéshez, hogy mi győzni szeretnénk. Hát sajnos mi küzdöttünk, de ez most nem jött össze. Úgy gondolom, hogy az ellenfélnek jobban bementek a távoli dobások, illetve a tripláik, így ezt nehéz volt nekünk ledolgozni. A vadmacskák következő mérkőzése is hazai pályán lesz. Jurko Noémiék pénteken a DVTK U23-as csapatát látják vendégül. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Előválasztás. Zalában minimális különbséggel nyert ugyan Dobrev Klára, de Márki-Zay Péter lesz Orbán Viktor kihívója 2022-ben. Fejlesztés. Mintegy 1,2 milliárd forintból bővült a Kreaton Kft. Lentiben. 15 és 90 duplán ünnepelt a nagykanizsai katolikus karitász.
Ez volt a Kanizsa TV híradója október 18-án hétfőn. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket a YouTube-on, a Facebookon és az Instán is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!